Sziasztok, Van Czáki most vagyok, és nézzétek az NSO TV-t! Nagyon sajnálom, hogy a Barcelonát kiverték, de be kell vallani sportszerűen, hogy sokkal jobb volt a Bayern München, mint hogy a Dortmund is jobb volt a Real Madridnál, még hogyha a Real Madrid ugye a visszavágott szorossá is tette, és majdnem bejutott a BL-fináléba. Itt már idegesség nincs meg, jaj, hogy nem ismerjük egymást, majd mit fognak volna meglepetést. Ezek már annyira tudják minden egyes húzást, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak. Nem olyan mérkőzés lesz esetleg, mint mondjuk a Bundesligában, ha játszanak két csapat egymással, hanem egy sokkal kiélezettebb csata lesz. De én azt gondolom, hogy a Bayern nem fogja még egyszer kiengedni a BL-döntőt a kezéből, és meg fogja nyerni ezt a döntőt. Egy Bayern München, egy Dortmund azért mindig egy különleges csapat volt, de inkább a Bayern Münchennél, tehát egy kirakat csapat, mindig egy olyan focit, egy nemzetközileg és egy olyan csapat volt, aki azért nem lehet mondani, egy tipikus német focit játszana. Idén a két legjobb csapat jutott a döntőbe. Én a Bayern-t érzem egy kicsit esélyesebbnek, hiszen egy kész csapat. A Dortmund fiataljaiban nagyon sok lendület van, de úgy érzem, hogy a Bayern München azért erősebb, és nem is véletlenül nyerte meg 30 ponttal, 28 ponttal a Bundesligát. Szerintem egy kikimás lesz, úgyhogy én abszolút semlegesen állok a meccshez, úgyhogy mondom, egy jó meccset várok mindenképpen. 30 rekordot döntöttek meg idén a bajnokságba, és az egyéb nemzetközi poronoszon, szóval minden rekordot, amit lehetett, megdöntöttek, és már tavaly is BL-döntőt játszottak, szóval abszolút meghatározó a nemzetközi futballnak, és a Dortmund is most már jó pár éve egy olyan erős átlagot tud hozni, amely abszolút predesztinálták őket arra, hogy döntőt játszanak. Sajnos a kedvenc csapatom már kiesett a Real Madrid, de nagyon jó meccsre számítok, és szerintem Bayern siker lesz. Teljesen más mérkőzés lesz, nyilván a lélektani előnye a Bayernnél van, hiszen megnyerték ugye a bajnokságot óriási előnnyel. Úgy gondolom, hogy a kupában is elég nagy esélyük van a Stuttgart ellen, azt hiszem. És szerintem így a Dortmundnál kicsit nagyobb a nyomás. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó mérkőzés lesz. Szerintem igazából 2-3 gólra fog nyerni a Bayern München, egyre jobb csapatnak tartom a Dortmundot. Nagyon szerettem volna, hogyha Real ott van a döntőbe, de sajnos ugye egy nagyon jó Dortmunddal találkozott, aki megérdemelten nyert, és jutott tovább, még úgy is, hogy én tényleg Real drukker vagyok, és őket szeretem. Valamelyiknek szorítok, ha lehet ilyet mondani, akkor az a Dortmund lesz, mert mégiscsak a Bayern kiverte a Barcelonát, akit én a nagy favoritom, és a nagy kedvenc, úgyhogy ezért akkor bár szerintem a Bayern München az esélyesebb, de a Dortmundnak fogok talán szorítani. Olyan játékos egyéniségek voltak, hogy én akkor azért voltam Bayern München drukker, azért is voltam drukker, mert a Csernai Pali valamikor ugye itt volt az öreg, itt edzősködött, és nem akármilyen eredményeket értek el, nagyszerű edzőik voltak, úgyhogy közelebb állt a szívemhez. Egy picit a bajoroknak jobban szurkolok. Talán azért is, mert ugye van egy olyan statisztika is, ha jól tudom, hogyha véletlenül kikapnának és elveszítenék a hétvégi döntőt, akkor ugye az ő nevük mellé kerülne a legtöbb elvesztett döntőknek a száma a Bajnok Ligájába, és hát ebből kifolyólag is, meg a tavalyi rosszul sikerült Chelsea elleni ugye döntőből kifolyólag is nagyon kijár most már nekik tényleg az a siker, ami őket aztán abszolút Európa trónjára emeli ebben az évben. Tippelni kéne, azt mondom, 51% esély a München részére, és 49 a Dortmundnak. Egy meccsen valóban minden megtörténhet, de talán azért mégis egy picit a lelki plusz jelen pillanatban a Bayern mellett szól.